Ma több változás is életbe lép az üzletekben. Véget ér a kötelező árstop, ugyanakkor 10-15%-ra emelkedik a kötelező akciózás mértéke. A kormány szándéka, hogy letörje az inflációt, és ez az intézkedés is része ennek a küzdelemnek. Stefán Zoltán erről beszélget vendégével. Az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára Nobilis Márton a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Több változással is szembesülnek tehát a vásárlók mától. A szép kártyára érkezhet több összeg, megnövelték a kötelező akciózás mértékét 10-15%-ra, ugyanakkor az árstoppok megszűnnek. Mire számít a tárca? Hogyan alakulnak az árak a boltokban? Közel másfél éve kezdődött az orosz-ukrán háború itt a szomszédunkban, és ugye ez magával hozott egy növekvő inflációt. Amikor a kormány érzékelte, hogy az árak elszabadulhatnak, akkor azonnal lépett és bevezette a kötelező árstoppot. Azt mondtuk, hogy a kötelező árstopp az addig marad érvényben, amíg az infláció egy tartósan csökkenő pályára nem lép. Mostanra egy tartósan csökkenő pályára lépett a infláció, és az árstopp megtette hatását, megvédte abban az időszakban a magyar családokat és nyugdíjasokat, azonban mostanra új helyzet van, új szabályokat kellett bevezetni, ezért már júniusban elkezdtük a kötelező akciózást, akkor 10%-ra kellett akciózni 20 termékcsoportot. Július 1-ével elkezdtük az online árfigyelőrendszert, amit már a több mint 750 ezer magyar felhasználó nyitott meg, használ. Illetőleg a szép kártyánál egy olyan módosítást vezettünk be, hogy 200 ezer forint plusszal feltölthető, és hideg élelmiszerre is költhető. Ez egy olyan intézkedés volt, ami növelte a családoknak a vásárlóerejét, és ezek a új szabályok, ezek az infláció letörésében aktív szerepet vállaltak. Mi folyamatosan vizsgáljuk azt, hogy milyen lehetőségek vannak további infláció letörésre, illetőleg kell-e beavatkoznunk, hiszen a kereskedelem politikáért is felelek, de amikor arról van szó, hogy a kereskedők vagy a magyar családok és nyugdíjasok oldalára kell állni, akkor nem gondolkodunk, és minden egyes esetben a magyar családok és nyugdíjasok védelmében lépünk föl. Így tettünk most is, hogy megemeltük 10-15%-ra a kötelező akciózást, illetőleg a korábbi árstoppos termékeket bevezettük az akciózásba. Ez azt jelenti, hogy ugye 8 árstoppos termék volt, ebből 2 ki kell választaniuk minden héten változóan, azt a beszerzési ár alatt kell 15%-kal árusítani, azokat a termékeket pedig, amik a további 6 termék, azt pedig beszerzési áron kell értékesíteni a magyar családoknak és vásárlóknak. Ez azt is jelenti, hogy a korábbi árstoppos termékeket rotációban kell majd akciózniuk a láncoknak? Magyarán szólva mindenre sor kerül majd? Természetesen igen, ez heti váltásban, könnyű kiszámolni, 4 hetente tér vissza ugyanaz a termék. Azt a láncok maguk választják ki, hogy éppen adott héten melyik terméket akciózzák, de hetente 2 kötelező akciózniuk. A fogyasztóknak jó, hiszen az árcédulán akkor kisebb összegeket lehet látni. Ugyanakkor, ahogyan ön is fogalmazott, a kereskedelem politikáért is felel. Több egyeztetés is volt a kereskedőkkel. Milyen az együttműködés? Mi elmondtuk nekik, hogy nekik is ki kell venniük a részüket az infláció letöréséből. Az nem megy, hogy nyerészkedjenek a családoknak és a nyugdíjasoknak a pénztárcáján. Nekik is aktívan szerepet kell ebben vállalniuk. Voltak jó éveik, most pedig nekik is segíteniük kell azokat a vásárlókat, akik őket eltartották éveken keresztül. Amikor a kötelező akciózást bevezették, a 10%-ost, és aztán elindult az online árfigyelő platform, akkor azt lehetett tapasztalni, hogy sok áruházlánc a 10%-ot meghaladó kedvezményeket biztosított több terméknél, sőt olyan termékeknél is, amelyek nem tartoztak ebbe a körbe. Most, hogy az akciózás mértékét 15%-ra növelik, mire számítanak a versenyre, hogyan hat majd? Mi nekünk az volt a célunk, hogy egy komoly árverseny alakuljon ki, és amikor bevezettük a 10%-ot, néha mi is megdöbbentünk azon, hogy mennyi terméket akcióztak továbbá, és milyen mértékben volt, hogy 20-30-40-50%-kal is akcióztak bizonyos termékeket. Azt is látni kell, hogy a kereskedők azért korábban is akcióztak. De azzal, hogy mi ezt bevezettük, ezzel elkezdődött egy extra
verseny közöttük, és egy óriási akciózási hullám, ezért is emeltük 15%-ra, hogy fokozzuk ezt a versenyt, hiszen ez a verseny, ez a magyar családoknak és a nyugdíjasoknak jó, hiszen olcsóbbak lesznek a termékek. Azonban élelmiszeriparért is felelek, úgyhogy fontos kihangsúlyozni, hogy itt meg kell védenünk a magyar gyártókat is, és fel kell hívni a láncoknak a figyelmét arra, hogy a magyar élelmiszeripar 20 millió ember ellátására alkalmas. Tehát tegyék szépen be a polcokra azokat a magyar termékeket, amik elérhetőek, hiszen a magyar vásárlók megszokták azt, hogy a magyar élelmiszerek jó minőségűek, és keresik is a polcokon. Amikor valamilyen árszabályozó intézkedést hoz a kormány, akkor rendre felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet biztosítani azt, hogy az adott termékből mindig legyen elegendő az áruházláncokban, a polcokon. Ugye korábban, amikor azt láttuk, hogy lokális áruhiányok alakultak ki, akkor azonnal léptünk. Akkor vezettük be azt, hogy a korábbi év napi fogyásának kétszeresét kell a boltokban tartani. Itt fontos kihangsúlyozni, hogy áruhiány nem volt, és nem is lesz Magyarországon. Egy-egy boltban voltak hiányok, például cukorból, ezért amikor bevezettük, hogy kétszereset kell tartani, akkor hip-hop lett is minden termékből, úgyhogy ezeket folyamatosan figyeljük, és hogyha lépni kell, akkor lépünk. A hatóságok, fogyasztóvédelem, a kormányhivatalok szakemberei folyamatosan jelen vannak az üzletláncokban, folyamatosan ellenőriznek, és ha szükség van, rá büntetnek is. Ma már volt arról szó, hogy a gazdasági versenyhivatal is folyamatosan vizsgálódik, hogy egyebek mellett abban a témakörben, hogy indokolatlan mértékben növelik-e a különböző multinacionális láncok az árakat, de a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal például milyen tapasztalatai vannak a tekintetben, hogy a különböző árszabályozó intézkedések után megfelelő minőségű élelmiszerekhez juthatnak-e a magyar vásárlók? Ugye a versenyhivatal az, aki azt vizsgálja, hogy az árképzés az szabályos-e, mi nekünk pedig az a feladatunk, hogy azt vizsgáljuk, hogy a magyar élelmiszerek jó minőségűek-e. Ezt folyamatosan vizsgáljuk is, ugye vannak minden évben 3 darab szezonális ellenőrzésünk, de emellett folyamatosan jelen vagyunk a kereskedőknél, és vizsgáljuk az élelmiszereket. Egyelőre azt mondhatjuk, hogy minőségbeli romlás az nem lépett föl, ugyanúgy jó minőségű magyar termékeket vásárolhatnak a magyar családok, és ezt folyamatosan ellenőrizni is fogjuk továbbra is. Államtitkár úr, a legfontosabb cél, ezt többször is hangsúlyozták már, az inflációnak a letörése év végére, az egyszámjegyűvé válása. Az, hogy a versenyhelyzet fokozódhat, mennyiben gyorsíthatja ezt a folyamatot, milyen eszközök állnak még a kormány rendelkezésére? A versenyhelyzet fokozódott, júniustól azt látjuk, hogy egy tartós csökkenés, csökkenő pályára állt az infláció. Ma már úgy látjuk, hogy év végére az egyszámjegyű infláció az elérhető. Hogyha egyéb kavics kerülne a gépezetbe, akkor újabb akciózási vagy újabb szabályozási módokat vetnénk be annak érdekébe, hogy az inflációt csökkentsük, de egyelőre azt látjuk, hogy ezekkel a szabályozásokkal, hogyha betartják, akkor évvégére az egyszámjegyű infláció az elérhető. Nobilis Mártonnak köszönöm szépen, hogy itt volt, és hogy mindenről beszélhettünk. Köszönöm szépen.